Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem. És az előző prezentációt hallgatva, ami nagyon inspiráló volt, azon gondolkodtam, hogy mi legyen majd az átvezetés. Egyrészt gyerekkorom óta lelkes science fiction olvasó vagyok, és amikor így a jövőről beszélgettünk, akkor eszembe jutott Asimovnak néhány írása, illetve 50 évvel ezelőtt Asimov megjósolta, hogy szerintem milyen lesz majd a jövő, és egyébként amiket ő mondott, hogy nem tudom, ilyen plazma tévé lesz, meg olyan telefonunk lesz, amivel nem csak hangot, hanem képet is átadhatunk, és egyébként dokumentumokat is nézgethetünk majd a telefonunkon, azoknak nagyon-nagyon nagy része bejött, és nyilván Asimovnak vannak olyan írásai, amik az én a robot köré épülnek fel, amik még nem láthatóak, vagy legalábbis számunkra átlag embereknek talán elérhetetlennek tűnnek. De mégis az látszik, hogy amit számos science fiction író megálmodott 50 éve, 100 éve, vagy akár 200 évvel ezelőtt, azok bizony egyre inkább valóságá válnak. Másik gondolat, ami eszembe jutott az előző prezentációval kapcsolatban, az a technológiának a fejlődése, és hogy milyen szinten befolyásolja ez az életünket. És ha már játékokról fogok beszélni, vagy legalábbis játékokból fogok kiindulni abból, amit most el fogok mondani, akkor eszembe jutott az, hogy még a 80-as években Commodore 64-en szocializálódtam, sőt 93-ban, amikor elkezdtem az egyetemet, és elkezdtem diákirodázni, akkor hihetetlen buli volt, amikor nem egy megaram volt a számítógépben, hanem kettő. És emlékszem a Day of Tentacle című játékra, amit 14 darab floppy lemezen vittünk el, hogyha át akartunk telepíteni, majd mentünk vissza a kollégiumba, mert a 14 floppy lemezből legalább 3 tönkre ment, amíg odaértünk a haverhoz, akinek volt számítógépe. És ahogy fejlődik a technológia, egyre több olyan eszköz van, amit a játékok is fel tudnak használni. És ha emlékszünk még a 80-as évek TV fociára, amikor is egy zöld doboz kellett rákötni a Junos TV-re, és két oldalt két pálcika mozgott, és középen egy kocka pattogott, és játszottunk fel, akkor tudjuk, hogy órákon keresztül lekötött minket, élveztük ezt a játékot, független attól, hogy ez nem volt valósághű. És ma, amikor mondjuk bekapcsoljuk a számítógépünket, vagy egy konzolt, akkor gyakorlatilag olyan típusú játékokat láthatunk, amik rémisztően hasonlítanak a valóságra. És valóban az a záró gondolat az előző prezentációban, hogy összeér majd az online lét és az offline lét, ez egy nagyon-nagyon elgondolkodtató dolog, hiszen a gamification, mint olyan valami nagyon hasonlót akar megvalósítani. Hogy a gamification, ahogy a neve is mutatja, valahogy a játékokból gyökerezik, nagyon jó volt a felvezető, valóban a TEDx-en több olyan prezentációt láthatunk, ami a játékosítással foglalkozik. Én 2006 óta üzöm ezt üzletszerűen. 2006-ban csináltuk meg az első játékunkat, vagy valamiféle játékos eszközt, amivel egy nagy vállalatnak, egy vállalati folyamatát próbáltuk hatékonyabbá tenni. És ugye ma itt vagyok, és erről beszélek, tehát azt lehet feltételezni, hogy ezt biztos jól csináljuk, meg ez egy ilyen sikertörténet jellegű dolog, bár mi nem vagyunk startupok, mert most már 15 éves a vállalkozásom, de ez egy igencsak nyögvenyelős dolog volt, amikor elmentünk nagyvállalatokhoz tárgyalni, és mondjuk egy HR vezetőnek, vagy egy döntéshozónak előadtuk, hogy mi játékkal szeretnénk segíteni az ő munkáját, akkor hát végighallgattak minket, megveregették a hátunkat, és köszönték szépen, de úgy nehezen tudták elképzelni azt, hogy egy játék jó lesz valamire. Idén már azt lehet mondani, hogy exponenciálisan bekövetkezett a jövő, és ma már annyira elhiszik azt, hogy a játék, vagy valamiféle játékos folyamat hasznos lehet, hogy gyakorlatilag hetente adunk elő valamiféle konferencián, legyen ez egy HVG rendezvény, vagy legyen egy oktatással foglalkozó esemény, de egyre inkább keresik ezt a lehetőséget. Miért? Mert most már vannak mögötte számok, vannak projektek, amikkel be lehet mutatni, hogy ez a valami, amit most be fogok majd mutatni, ez működik. De ugye játékok, számok. Nagyon érdekes adat, hogy tavaly novemberben, amikor a Call of Duty játék megjelent, ez egy lövöldözés játék, meglehetősen életű, akkor a kiadásának az első napján 1 milliárd dollár árbevételt produkált a kiadójának. Hogyha ugye valahogy el akarnánk helyezni valamilyen viszonyrendszerbe ezt az 1 milliárd dollárt, akkor ha jók az információim, akkor 2012-ben a Magyar Posta árbevétele 190 milliárd forint alatt volt, azaz egy év alatt nem tudott akkor árbevételt produkálni, mint a Call of Duty játék egyetlen egy nap alatt. Ez egy dolog, de hogy ugye azért vannak itt egyéb trendek is, nézzük meg mondjuk, hogy a videójátékipar hogyan fejlődik. A videójátékipar 2013-ra elérte azt, hogy
nagyon-nagyon megközelítette a Hollywoodnak az árbevételét globálisan, és ugye pár évvel ezelőtt még élményszámba ment az, amikor videójátékokból csináltak filmeket, és számos nagy alkotás valamiféle videójátékból készült. Ma már azt lehet mondani, hogy a videójáték ipar alkalmazza Hollywoodnak a sztárja is, és lassan ezek a játékok úgy néznek ki, mint egy-egy rendkívül interaktív és motiváló film, ami bevon minket a történésekbe, és mi saját magunk alakíthatjuk ennek a történetét. De ugye játékról beszéltünk, felmerül a kérdés, hogy jó, de mi köze van a játéknak mondjuk egy játékon kívüli élethez, mi köze van a játéknak a nagyvállalathoz, azon kívül, hogy nagyon nagy vállalatok készítenek játékot. Időnként még a feleségemmel is vitatkoznom kell azon, hogy a gyerekeim mennyit játszhatnak otthon, és nem teljes az egyetértés azzal a kapcsolatban, hogy vajon az a játék, amivel játszik, az számára hasznos vagy nem hasznos. A kép, amit itt látunk, ez a Need for Speed elnevezésű játékból egy kép, ami egyébként az egyik legismertebb autószimulációs játék, a grafika is mutatja, meglepően élethű már a megjelenése, a gyerekem állandóan játszik, azóta nagy a nyomás rajtunk, hogy Maseratit vegyünk. Bízom benne, hogy sok ilyen konferencia után sikeres vállalkozást tudhatok majd magam mögött, és megtehetem a gyereknek azt, amit ő szeretne, és az egész család fog neki örülni, de hogy ennek azért vannak egyéb hasznai is. Nem tudom, hogy tudjátok-e, a magyar autósportnak az egy jelenleg a legismertebb és talán nemzetközileg a legsikeresebb szereplője Mihelis Norbi, egy pécsi kötődésű fiatalember, aki a városi legendák szerint azzal emelkedett ki, hogy a videójátékokban, autószimulátorokban olyan teljesítményt tudott produkálni, amire felfigyeltek, és lehetőséget adtak neki, hogy kipróbálja magát a valós versenypályán, és ott pedig olyan sikereket ért el, hogy ma ott tart, ahol tart, tehát hogy ő a leghíresebb autóversenyzőnk jelenleg nemzetközi szinten. Ez is jól mutatja, hogy a játékokban lehet olyan dolgokat megtanulni, amiket majd hasznosíthatunk a való életben. Tehát az online térben megszerzett tudás, az majd valahol az offline térben hasznosulhat. De miért is jobb ez nekünk, mint egy hagyományos tanulási mód? Gondoljunk arra, hogy ilyen szimulátor megoldásokat a hadiparban, a pilóták képzésében évek óta hasznosítanak. Nyilván sokkal olcsóbb egy pilóta képzésében az, hogy egyszer-kétszer egy szimulátorral lezuhan, mint az, hogy mondjuk egy személyszállító gépet esetleg nem úgy tenne le a földre a pilóta, ahogy kell. Ha el tudjuk azt fogadni, hogy felnőtt emberek, akár a hadiparban, vagy akár mondjuk a pilóta képzésben így tanulhatnak meg dolgokat, akkor azt is el tudjuk fogadni, hogy más területeken is alkalmazható ez. De hol tudunk használni, vagy mi most a tapasztalat, a nemzetközi tapasztalat, hogy hol lehet a leginkább használni ezeket a játékos megoldásokat? Alapvetően egyébként három területet szoktak kiemelni, ami nagyon-nagyon sikeresen működik. Nyilván a marketing, mert hogy fel kell kelteni az embereknek az érdeklődését valamilyen extra új dologgal. A játékok ebben nagyon jók. Az oktatásban egyre többen alkalmaznak játékos eszközöket, vannak olyan magyar pedagógusok, akik egészen forradalmian új módszerekként használják a játékot az oktatásban, illetve egyébként a HR folyamatokban, a munkatársak motiválásában, a befogadókészségüknek a megerősítésében nagyon gyakran használt megoldás, de ezen kívül számtalan területen használják a játékokat, vagy játékos megoldásokat. Ilyen például a sport, ugye az előbb látott zsiráfos példa, egy tipikus gamifikált megoldás, ahol valamilyen játékos felülettel a való életben folytatott tevékenységünkkel érünk el valamit a játékban, illetve amit a játékban használnak motivációt, azzal motiváljuk önmagunkat, hogy többet fussunk. Ugyanilyen megoldásokat használ egyébként a Nike futó alkalmazás, ami méri folyamatosan az eredményünket, és badge-eket, pontokat oszt azért, hogyha megfelelő célokat elérjük. De környezetvédelemben, egészségügyben is számos példa érhető el online, hogyha ennek utána néztek. És akkor el is jutottunk ahhoz, hogy mi is az a gamification. Én nagyon nem szeretnék belemenni ilyen technológiai megfogalmazásban. Ha egyszerűen meg akarjuk mondani most mi a gamification, akkor azt mondja a szakirodalom, hogy a játékban használt eszközöknek, elemeknek a használata a játékon kívüli létbe,
hogy a játékon kívüli folyamatokat eredményesebbé, hatékonyabbá tegyük. Ugye ez egy elég ilyen misztikus megfogalmazás. Nagyon-nagyon sokféle példát lehet találni. Azt, hogy mennyire fiatal szakmai terület, jól mutatja azt, hogy a Gartner nemzetközi piacelemző cég, aki a gamification kutatásokban így nagyon elő van, 2 évvel ezelőtt kihoztak egy kutatást, amiben azt mondták, hogy a világ nagyvállalatainak 70-80%-a fogja majd használni 2016-ra valamilyen folyamatának a támogatására a gamification-t. Ugyanaz a kutató, aki ezt 2012-ben mondta, az 2014 évelején azt mondta, hogy aha, és ezeknek a kísérleteknek egyébként nagyjából a 80%-a kudarcba is fog menni. Miért? Mert nagyon nehéz a gamificationnek az emberi oldalát megfogni, hogy mitől lesz majd számunkra valami izgalmas. A technológiai része sokkal egyszerűbb, mert kell néhány programozó, hogy lefejleszti nekünk az alkalmazást, hogy ez egy fenntartható motivációt képezzen, az már azért egy komoly kihívás. Éppen ezért én nem is annyira abba mennék bele, hogy mi a gamification, hanem inkább az, hogy mi az, ami biztosan nem a gamification. A egész biztos, és ezt most már az elmúlt ilyen, nem tudom én, néhány éves értékesítési tapasztalataim alapján mondom, hogy a gamification biztosan nem lesz számunkra egy csodaszer, ami pitty-putty megoldja a problémánkat. De jelenleg ezt várják egyébként el tőle. Azt gondolják, akár az oktatásban, akár mondjuk egy nagyvállalatnál, hogy amit eddig nem tudtak megcsinálni, azt most rátesznek egy játékos megoldást, az tuti működni fog, és akkor mindenki örülni fog. Nem. Egész biztos, hogy a korai gamification megfogalmazásoknál azt mondták, hogy azt nevezzük gamifikált megoldásnak, amikor valamilyen tevékenységért pontot adunk, ezeknek a pontoknak az összességéből, mondjuk, hogy elértünk valahány pontot, akkor kapunk egy badge-et, mi vagyunk a legügyesebb, nem tudom én, felolvasó, mi vagyunk a legtöbb e-mailt elküldő munkatárs, és ezekből majd ranglistákat fognak képezni, versenyhelyzetet teremtenek a felhasználók között, és akkor ez lesz majd a nagy motivátor. Ezt nagyon egyszerű volt csinálni eddig, mert ugye erre lehetett egy programot írni, viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy bár működhet ez a PBL technológia, ez a Point Badges Leaderboard, azonban csak nagyon-nagyon meghatározott esetekben lehet hasznosítani. Ugye a következő dolog, hogy egy gamifikált megoldás úgy néz ki, mint egy játék. Nézhet ki úgy, mint egy játék, de például a Foursquare egy gamifikált megoldásra példa, ahol is ugye, hogyha sokszor becsekkolunk valahol, akkor mi leszünk annak a helynek a polgármestere. Ez tipikusan egy játékos megoldás, és a Foursquare egyáltalán nem néz ki úgy, mint egy játék. Fogok mutatni a végén saját példákat, van, ami megoldásunk hasonlít egy játékhoz, de van olyan megoldásunk, aminek köze nincs hozzá. Állandó kérdés, hogy ez csak a fiataloknak jó. Nem tudom, hogy kinek van okostelefonja? Szuper. Ki az, akinek az okostelefonján van játék? És ki az, aki szokott vele játszani? Nem akarok én sem átlagot számolni, hogy most vajon az átlag életkor mennyi volt. Én csak egy biológia tanár vagyok, tehát még csak nem is bölcsész. De azt gondolom, hogy azért messze felül vagyunk az Z meg az Y generáción. Hülyeség, hogy csak a fiatalok fogják ezt használni. Tagadhatatlan, hogy a fiataloknál egy rendkívül jól működő eszköz, de játszani mindenki szeret. Nagyon sok esetben a gamifikált megoldásokat ilyen játékmechanizmusokkal azonosítják, hogy ha is meg lehet googlizni, hamar meg lehet találni, mik a játékmechanizmusok, milyen játékelemek vannak. Ha ezeket összetesszük, akkor már majdnem lehet egy gamifikált megoldásunk, de hogy ez működik vagy nem működik, ez valószínűleg csak a szerencsén fog múlani, de nagyobb valószínűséggel nem fog működni. És egy gamifikált megoldás nem feltétlen verseny. Nagyon sok esetben erre használják, tehát versenyhelyzetet könnyű teremteni, viszont nagyon sok esetben már gamifikált megoldásokat alkalmaznak kollaborációnak az elérésére. Nagyon jó egyébként játék példa erre a Minecraft, amit most vásárolt meg a Microsoft 2,5 milliárd dollárért, ha jól emlékszem, talán az Indexon olvasott cikkben. És a gyerekeim összeülnek, hálózatban játszanak, úgyhogy nem ismerik egymást, Skype-on keresztül beszélgetnek, és közösen építenek egy világot. A technológia nem csak távol tart minket, hanem a jól használt technológia összehozza azokat az embereket, akikkel egyébként nem találkozhatnánk normál esetben. Az is tagadhatatlan, hogy elég hülyén néz ki, amikor a gyerekek leülnek egymás mellé, mindenkinek a kezében van egy telefon, és egymás mellett nyomkodják, és mindenki mást játszik. Ebben az esetben a technológia pont szétválasztja az embereket.
És még egy nagyon fontos dolog, hogyha bármilyen játékos megoldásban gondolkodnánk, nagyon egyszerű jutalmat adni a játék győztesének. Ahhoz csak pénz kell. Minél több pénzünk van, annál nagyobb jutalmat adhatunk. Számos kutatás igazolta azt, akkor, amikor egy játékra ilyen külső drive-ot teszünk, és elvesszük a jutalmat, utána sokkal kevésbé akarunk majd játszani azzal a játékkal, mint a jutalom előtt. De akkor mi a gamification? Nem tudom, ki olvasta a Tom Sawyert. Játszom megint ilyet. Ki olvasta a Tom Sawyert? Tom Sawyernek a második bekezdésének a végén van egy nagyon híres esemény, amikor is Tom Sawyert a nagynénje megbünteti. Azzal, hogy ki kell menni és le kell festeni azt a bizonyos kerítést. Tom Sawyer kimegy, három vödör fehér festékkel, hogy lekenje a kerítést. Nem lenne ezzel még semmi probléma, de az összes haverja tudomást szerez erről, és mennek hangosan röhögni Tomon, hogy neki egész nap güriznie kell. Mit csinál Tom? Hát ő nem akarja, hogy kiröhögjék, ezért aztán azt mondja a többieknek, hogy gyerekek, nehogy azt higgyétek, hogy ez olyan ciki, mert hogy én festhetem a kerítést, ti meg nem festhetitek. És ezt olyan hitelesen adja elő, olyan szépen áthelyezi a munkával kapcsolatos fókuszt, hogy nemhogy lefestik a haverjai a kerítést, hanem a haverok fizetnek neki azért, hogy lefesthessék a kerítést, és hát nyomorba dönteni az összes haverját, ha nem fogyott volna el mind a három vödör festék, begyűjtött egy csomó üveget, meg döglött patkány, meg minden, de gyakorlatilag lefestették helyette. És azt mondom, hogy innen lehet nagyon jól meríteni, hogy miről szól a gamification. Mert hogy azt lehet mondani, hogy ha végig gondolunk saját magunkra, akkor minden olyan tevékenység, amit kötelező jelleggel kell csinálnunk, az munka. Hát azt meg kell csinálni. Minden olyan tevékenység, amit azért teszünk, mert élvezzük, az már sokkal inkább ugye játék, mert hogy élvezetből tesszük. Egyszerű példa, hazamegyek, mondom a gyereknek, hogy mostantól fogva minden nap egy órát kell apával legóznod. Kész. Valószínűleg, hogy egy-két nap után már nem lesz annyira lelkes, mint az elején. Ezzel szemben ugye mi van? Takarítani kell otthon, be kell vonni a gyereket is. Azt mondom neki, hogy figyelj, vagy kiporszívózol, vagy kiviszed a szemetet. És a gyerek azt mondja, hogy tudod mit, apa, kiviszem a szemetet. Megcsinálja a munkát, és viszonylag lelkesen. Miért? Mert a saját maga választása volt, hogy mit tegyen majd meg. Mind a két példa jól leírja azt, hogy amikor mondjuk azt mondjuk majd egy tanteremben, vagy egy munkahelyen, hogy oké, mostantól fogva ezzel a játékkal fogjuk mérni azt, hogy hogyan dolgoztok, és akkor játszhatok. Ugyanolyan szutyok valami lesz, mint az összes többi dolog, amit egyébként kötelezően rányomtunk a munkatársra, vagy a ugyanakkor, hogyha képesek vagyunk a fókuszt megváltoztatni, képesek leszünk úgy átalakítani a hozzáállását a másiknak, hogy úgy érezze, hogy ez ő szabad választása, nyilván elfogadja a kereteket. Tehát az ő választás onnantól fogva sokkal befogadóbban fogja ellátni azt, amit csinál, és éppen ezért én úgy határozom meg, hogy úgy fogalmaznék, hogy a gamification az egy szemléletmód. A technológiával, szoftverekkel, játékokkal önmagában nem lehet játékosítva eredményt elérni. Ezt úgy lehet megtenni, hogyha képesek vagyunk ezt a szemléletmódot alkalmazni, és a technológia csak egy második dolog lesz. És egy példa, csak hogy érthető legyen, végre egy kézzelfogható példa. Ezt nem mi csináltuk. Szerettük volna mit csinálni, de sajnos nem. Ez a Duolingo elnevezésű, gamifikált nyelvoktató portál, van mobil alkalmazása is, ami arról szól, hogy a tananyagot azt átfordítja az online tananyagot átfordít egy játékos felületre. Semmi más nem csinál egyébként, mint vizualizálja előttünk a tananyagot. Rajzokkal felrajzol egy ilyen menetet, hogy miket kéne megtanulnunk, ránk bízza azt, hogy melyik tananyaggal kezdjük a tanulást, hogyha kis életünk van, teszteket töltünk ki, ahogy egy rossz választ adunk, elmegy egy életünk, hogyha három életünk elmegy, újra kell kezdeni a tesztet. Tehát nagyon-nagyon egyszerű, és mégis rendkívül motiváló. Motiváló, mert látjuk az utat, amit majd végig kell járnunk. Motiváló, mert azonnal visszajelzést kapunk arról, hogy mit csináltunk rosszul. Motiváló, mert egyből megmondja, mi a helyes válasz. És motiváló, mert egyébként ő használ leaderboardot is. Egyből láthatjuk azt, hogy ki hogyan teljesít. De nem akárkit látunk, hanem látjuk az ismerőseinket. Az ismerőseinkhez képest látjuk a helyzetünket. Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, amikor versenyt csinálunk, hogy közösségben kell versenyt csinálni. Mert onnantól fogva, hogy egy olyan közösségben versenyzünk, ahol nem ismerjük a többieket, elég hamar elveszítjük majd azt a fajta motivációt, hogy mi bizonyítani akarunk. Bizonyítani annak akarunk, akit ismerünk.
rettenetesen fontos minden egyes ilyen megoldásnál, hogy nem a számok számítanak, nem az, hogy hányan játszanak, hanem akik játszanak, azok majd egy közösséget fognak-e alkotni. És ugye a központi kérdés, miről szól egy gamifikált megoldás? Alapvetően mi megoldást szállítunk, ugye azt látjuk, hogy nyilván nekünk, mint fejlesztőknek, vagy a megrendelőnek megvannak a saját céljai. De akkor lesz igazán jó egy játékos megoldás, ha a játékos élvezi. És mit akar a játékos? A játékos játszani akar. Semmi mást. Jól akarja érezni magát, de ugye mégsem, főleg akkor, hogyha ez egy vállalati megoldás, nem lehet pusztán csak az élvezetért rátenni egy játékot, vannak céljaink. És ha meg akarjuk tervezni a játékunkat, akkor vannak különböző kutatások, modellek, amik segítenek nekünk abban, hogy hogyan tehetjük ezt meg. Három ilyen modellt szeretnék kiemelni. Ebből talán az utolsóról mondanék egy pár szót. A Játékos Lét Kutató Központ, ez egy magyar csapat, akik évek óta videójátékosokat, illetve MMORPG-seket, tehát akik online nagy hálózatban játszanak, vizsgálnak és kérdőíveznek. És most már a több ezeres minta alapján összeraktak egy olyan modellt, hogy hogyan érdemes egy gamifikált megoldást összerakni, ha játékosítani akarunk, milyen típusú játékosok vannak, és ezeket a típusokat milyen eszközökkel lehet elérni, motiválni. És csak egy-két példát mutatnék így a végén. Egyébként a munkatársak vannak a fotókon, aztán jól visszaadja a csapatnak a hangulatát. Nagyjából mi egyébként egy 20 fős csapat vagyunk, alapvetően fiatalokat, csak 19 így van, ő már nem dolgozik a cégnél. De egyébként tényleg nem. Oké, néhány példa, mert szerintem lassan kifutok az időből. Ez az egyik kedvenc játékunk, és itt mondanám a játékot, kifejezetten is nem a gamifikált megoldást. A felsőoktatásnak készítettünk, ez konkrétan a Pécsi Tudomány Egyetemnek egy olyan toborzási játékot, aminek az volt a legfontosabb célja, hogy bemutassuk a frissen érettségizőknek azt, hogy milyen lenne a PTN tanulni. Ennek érdekében felépítettünk egy virtuális világot, nagyjából 12.000 kérdésünk van a játékban, körülbelül 3.000 szituáción keresztül, nagyjából ilyen 1000-1500 helyszín, olyan helyszín, ami tényleg van. Tehát mi lemodelleztük 3D-ben a főépületeket, elmentünk a szórakozó helyekre, bementünk a tanulmányi osztályra, és egy csomó helyen voltunk, ahol a diákok megfordulhatnak, le is fotóztuk, és amikor az Indexen vezércik voltunk, és az Index újságírója azt írta, hogy de hát mekkora kupleráj van abban a tanulmányi osztályban, pont akkora. Tehát, hogy azért volt jó ez, mert hogy ez fogja fogadni majd a diákot, kipróbálhatta, hogy milyen, és egyszer egy szülő írt nekünk egy levelet, hogy köszöni szépen a játékot, ő azért játszott, hogy megnézze, hogy a gyerek hol fog tanulni. Azt mondom, hogy ezzel mindent elmondtunk, hoztuk. Itt alapvetően egy kommunikációs célt valósítottunk meg, nem prospektust akartunk csinálni meg weboldalt, hanem valamit, amiben átélheted. Tehát 4500 játékosunk volt 8 hét alatt, és ami érdekes egyébként a hatékonyságát tekintve az eszköznek, 25% átfedés volt az első körben jelentkezők és a játékos adatok között, és csak azt tekintettük találatnak, amikor a játékosnak a neve is, meg a középiskolája is egyezett a felvételizővel. Tehát ha valaki nem adta meg mondjuk a középiskoláját, vagy valamilyen nicknévvel játszott, őt nem tudtuk beazonosítani, és így is 25%-ot értünk el. Ezt a fajta koncepciót tovább vittük a munkaerőpiacra, és a PricewaterhouseCoopersnek most már 3 éve a mi eszközünkkel valósul meg a fiatal munkavállalóknak a toborzása. Itt elsősorban egyébként employer branding célokat szolgálunk. Ugyanaz az eljárás, mint az egyetemnél, felépítettük a PVC-t, a székházat, és azt lehet kipróbálni, hogy milyen az első éved friss munkavállalóként a PVC-nél. Ami még érdekes, hogy ebben már különféle multimédia eszközök vannak integrálva, itt például egy értékesítési helyzetet szimulálunk egy interaktív videóval. Ugyanezt a játékot csináltuk meg az ITSH-nak, és így a végére egy olyan példát szeretnék mutatni, ami az előzőek úgy néztek ki, mint a játékok, ténylegesen. Ez a megoldásunk pedig, mint Social Melon néven fut, ezzel eseményeknek a kommunikációját gamifikáltuk. Semmi más nem csinálunk.
mint hogy bizonyos hashtagek mentén, ugye hashtagekkel lehet ellátni a, akár a Facebookon, akár az Instagramon vagy Twitteren a posztjainkat, és azonos hashtageket össze lehet gyűjteni, és így egy adott témának a kommunikációját a közösségi felületen átnézni. Talán kicsit bonyolultnak tűnt elsőre, de hogy a megoldásunk azt csinálja, hogyha egy adott hashtagre ráállítjuk, akkor összegyűjti az összes ilyen posztot, ezeket egy felületre rendezi, ugye mi lehetne most itt az eredménye, úgyhogy ki lenne vetítve, hogy közben ti posztoltok, hogy már hosszú az előadásom, akkor egyrészt én is tudnám, hogy erről van szó, és egyébként a profilokon keresztül meg lehet nézni mondjuk a melletted ülőnek a profilját, ezért most már úgy tudod majd megszólítani, hogy a nevét mondod. Hogyha erre még esetleg rátennénk egy ilyen 3D szemcsit is, akkor aztán még már nagyon profik lennénk, mert mindent tudnánk róla, esetleg azt is, hogy van-e barátja vagy sincs, így talán már a párválasztási, nem tudom én, folyamatnak az első lépcsőjét is gamifikálnánk vele. És egyébként ezekért a posztokért pontot adunk neki, amiket meg egy egyszerű leaderboardba rendezünk. Használjuk ezt a hagyományos PBL technikát, ami ilyen rövid idő, mint egy konferencia, rendkívül hatékony, és nagyon-nagyon tudja fokozni a kommunikációs kedvet, így mondjuk egy rendezvénnyel kapcsolatos közösségi média zajt. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy hallottatok olyat, ami érdekes, hogyha szeretnétek a témában elmerülni, akkor a gamesforbusiness.hu weboldal alatt működik Magyarország jelenleg egyetlen gamification blogja. Nagyjából másfél éve posztulunk itt, itt most már közel 150 szakmai anyagot fogtok találni, nagyon sok saját projektet írunk le, illetve nagyon sok nemzetközi példát és kutatást fordítottunk le. Jó olvasást, köszönöm szépen a figyelmet!